Képzeljétek el, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy kert megszületését tudom nektek megmutatni. De általában, amikor egy kertet összerakunk egy tévéműsorban, akkor az még az nem a kert végleges arca, hanem hát valami kezdemény. Most viszont egy olyan kertet tudok megmutatni nektek, ami már több mint egy éves, úgyhogy már szépen beérett, burjánzik, és olyan, ami ennek egy kertnek lennie kell. Mióta laktok itt? 10 éve, kicsit több. 10 éve szemezgettek ezen a parccal. Próbáltunk valamit kezdeni, de voltak benne fenyő, tuja, rossz helyen volt, akkor be nem próbáltuk befüvezni, az kipusztult, akkor ültettünk tujasort, az kiszáradt, szóval nem tudtuk mit kezdeni. Azt kértük, hogy egyrészt ugye intim legyen, tehát zárt legyen, sok a nap az egyik felén, a másik felén nagyon árnyékos, tehát ezt is meg kell oldani. Legyen ott családi étkező, legyen grillező, ne adj Isten valami vizes felület jelenjen. Csak ennyi. És hát egy kis pihenő a gyerekeknek, tehát ennyi. És mit szólt ez? Nem szaladt el? Hát mondta, hogy hát meglátom, hogy mit hozok ki ebből. Hát ez erős kihívást okozott, mert egy icipici kis kertről beszélünk. Hány négyzetméter ez? Nagyjából 80 négyzetméter, és ebbe a felületbe kellett elhelyezni ezeket a funkciókat, úgyhogy esztetikus is legyen. Barbarának az volt a kérése, hogy ha végignéz a kerten, ne egy hosszú csőszerű valamit lásson, hanem ezt törjük meg. Ezt pedig olyan módon igyekeztünk megakadályozni, hogy az alaprajzot egy bizonyos szögben elfordítottuk, és így a tekintet az nem tud átszaladni az egész kerten, hanem különböző elemek bekerülnek az útjába. Ezáltal kicsit ilyen zegzugossá is téve a kertet, ami nagyobbnak is hat, mint amilyen valójában. Amivel például ilyen kis kertekben lehet játszani, azok a különböző szinteknek a megmozgatása. Kiemelünk bizonyos ágyásokat. Mennyire gyakori, hogy ilyen felkéréseket kaptatok, tehát ilyen kicsi városi kerteket kell csinálnotok? Sokszor van, amikor kis városi kertbe kell megoldani ezeket a dolgokat. Szeretem is ezeket egyébként, amikor ki kell találni. Milyen lett a kert? Szeretitek-e? Nagyon. Olyan lett, amilyet szerettünk volna, sőt, még jobb is. Én minden reggel itt kezdek, a kávémat itt iszom meg, komolyan. Hétvégén itt reggelizünk. És minden este kívülünk. Mindig itt vacsorázunk, úgyhogy sokat vagyunk. Tehát tulajdonképpen egy élettér. Meg... Hát olyan, mintha egy nyitott nagyszobánk lenne. Aha. Van-e kedvenc részletetek, amit a legjobban szeretek? Ezt tudtam, hogy meg fogod kérdezni. Mintágy. És olyan van mondjuk, hogy a hintágyba elalszotok, és akkor ott megy a kis sziasztázás? Abszolút. Hányan lehet elférni amma? Hát 2 személyes, de volt már, hogy 3-4-en belefeküdtünk. Akkor ez most úgy van, hogy akkor most szépen folyamatosan virágzik mindig valami? Gyakorlatilag igen. Tehát áprilistól kezdve őszig valami mindig virágzik. Szuper. Van olyan bokor, ami 2-szer is virágzik, azt nagyon szeretem. Nagyon menő lett, úgyhogy gratulálok. Köszönjük. Jövünk majd szívesen megint vacsorázni. Ezt vehetitek. Fenyegetésnek. Egy kis fenyegetésnek, igen. Helyes. Finom célzásnak.